Több mint 10 jelölés érkezett be legutóbbi múlt heti üléséig a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár bizottsághoz. Mint az Baracsi Endre elnök a vármegyeházán tartott sajtótájékoztatón elmondta, a települési értéktárak egyre aktívabb munkájának köszönhető mindez. A beérkező javaslatok közül a bizottság most 5-öt talált érdemesnek arra, hogy felvegye azt a vármegyei értékek listájára, ami így 172-re bővült. Nagyon aktív a Csukodi értéktár, nagyon aktív a Mária Pócsi értéktár. A Csukodi értéktárból 3 érték került be, a Csukodi Táncok, a Csukodi Gyékényfonás, amely szintén különleges, illetve azok a tatárjáráskori emlékek, amelyek szintén Csukodon kerültek feltárásra. Mária Pócsi értéktárból pedig a Szívpárna, amely nem egy dísztárgy, nem egy ajándéktárgy, hanem igazából egy, nyugodtan mondhatjuk, egy gyógyászati segédeszköz, amely a daganatos betegek gyógyulását szolgálja. Aláírt legendás mezek, érmek, kupák, relikviák, képek és újságcikkek. A folyamatosan bővülő sportgyűjtemény Tiszavasváriban tekinthető meg. Az erekéket pedig a 2015-ben alakult olimpiai baráti kör gyűjtötte egy csokorba. Ez az 5. új eleme a vármegyei értéktárnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdag a sport relikviákban, a sport eseményekben, a sport rendezvényekben. Ugyanakkor nem mindegy az, hogyha valaki, név szerint egy gazdag József úr odafigyelt arra, hogy egyesületével együtt elkezdte összegyűjteni azokat a relikviákat, kupákat, kiállítási anyagokat, mezeket, akár labdákat és sporteszközöket, amelyek kapcsán még jobban rá tudunk világítani arra, hogy milyen gazdag is ez a térség a sport eseményekben, a sport rendezvényekben és ahhoz kapcsolódó személyekben, hiszen tudjuk azt, hogy nem mindegy, hogy valaki, amikor megszületik, akkor miben nő föl. Nyilván, aki sportemberré válik, az valószínűsíthetően olyan sportos családban, sportos közegben született, mint amilyen Tiszavasvári és környéke. Számunkra azért fontos, hogy egy ilyen sportgyűjtemény létrejött Tiszavasváriban, mert ezzel egyfajta lökést adhatunk annak, hogy továbbra is motiváljuk azokat az embereket, akik látnak valamiféle különlegességet, kuriózumot abban, amiben élnek. A sajtótájékoztatón elhangzott, a közeljövőben rendezik meg az érték. Barangolás vetélkedő döntőjét, az értéktár bizottság pedig megújult honlappal teszi még látványosabbá és informatívabbá a vármegye 172 értékét.